A magyar válogatott Hannover Dibusz Dénes elégedetten értékelt. A védekezést a jövő hét szerdai mérkőzésre ki kell javítani. Azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Ahogy beszéltük, úgy történtek a dolgok, tudtuk azt, hogy nagyon fontos lesz megszerezni a vezetést, és hogyha az megvan, akkor azért még inkább megnyugtató lesz, hogyha megrúgjuk a második gólt is. Ez így is történt, viszont hogy a harmadik gól után gyakorlatilag egyből sikerült szépíteni az ellenfélnek, és azért, akárhogy is nézzük, picit nyíltabbá vált a mérkőzés. Nekik is volt néhány lehetőségük, mi is szerezhettünk volna további gólokat, aztán a második félidőben ugye volt egy érdekes 2-3 perc, amikor ők szereztek egy dash gólt, és mi gyakorlatilag 1-2 percen belül meg tudtuk szerezni a negyedik gólunkat, ami eldöntötte a találkozót. Ez már sokkal jobban nézett ki ez a mérkőzés, azt gondolom, mint az első találkozó. Sok helyzetet dolgoztunk ki, sok lövésünk volt, többször sikerült megbontanunk a kazakok védekezését, de több függetlenül azt is látni kell, hogy azért volt nekik néhány olyan lejátszott helyzetük, ami azért mindenképpen javításra szorul, és ezeket a védekezésbeli problémákat a következő szerdai mérkőzésig ki kell javítanunk. Igen, ott a lesgólnál 2 másodperc erejéig picit megijedtünk, de aztán egy ritmusváltás az segített. Összességében nézzük, akkor a Ferencváros tempója vagy sebessége döntött el ezt a mai meccset? Igen, azt gondolom, hogy az érezhető volt, hogy mi magasabb sebességű fokozaton tudunk játszani. Igaz, hogy volt a mérkőzésben egy hullámzás, tehát nem mindig tudtuk ezt a tempót fenntartani, de ettől függetlenül az érezhető volt, hogy amikor sikerül egy kicsit megnyomni és nagyobb nyomást helyezni rájuk, akkor azért jönnek a helyzetek, és akkor föléjük tudunk kerekedni. Aztán itt a végén meg már azt is éreztem, hogy azért jobban elfáradtak, és onnantól kezdve tényleg, hogy a negyedik gól megvolt már, teljesen a kezünkben tartottuk a mérkőzést, a továbbjutást, szerencsére megszereztük még az 5. gólt, és ami nyilván a Fortune-nak is egy nagyon fontos dolog, hogy duplázni tudott, de azt gondolom, hogy mindenkinek rendben volt a teljesítménye, de az biztos, hogy a jövő héten még több kell lenni. És a B-közép a csapat tudtára adta, hogy ki lesz a következő fordulóban az ellenfél. Egy rövid gondolati az első benyomásokra a szlovánon. Igen, nyilván ők voltak a párharcuk esélyesei, bár ugye ők is 0-0-át játszottak az első mérkőzésen, és ahogy hallottam, csak a hosszabbítás legvégén sikerült neki kivívni a továbbjutást. Hát nagyon pikáns mérkőzés lesz, az biztos. Én bízom benne, hogy szurkolók részéről is azért megadják a módját, de azon keretek között, amik fontosak ahhoz, hogy tényleg méltón képviseljük a Ferencváros, mi a pálya mindent meg fogunk tenni, hogy legyőzzük a szlovánt, és tovább tudjunk jutni.